Sok szeretettel köszöntelek. Helyezkedj el egy kényelmes fekvőhelyzetben. Javaslom, hogy hanyat feküdj. Lábakat engedd enyhe terpezve. Karokat lazán a test mellett, tenyérrel az ég felé helyezd el. De természetesen, ha bármilyen fizikai korlátod van, akkor találd meg azt a pozíciót, amely e helyett a legmegfelelőbb számodra. Nyugodtan takarózz be, igazgasd ki a tagjaidat. Legyen ez a testhelyzet minden szempontból a lehető legmegfelelőbb most. És hogyha megtaláltad azt a pozíciót, amelyben mozdulatlanul tudsz lenni, akkor figyeld meg a lábfejeket és a kézfejeket, tudatosítsd egyszerre ezt a négy testrészt, majd vigy egy jó mély levegőt, tarts bent, és feszítsd meg mind a két lábfejet és mind a két kézfejet. Tartsd bent a levegőt, és tartsd a feszítést. És egy nagy sóhajjal engedd el az izom feszítést. Végy egy pár normál légzést, lazítsd el lábakat, karokat. Majd tudatosítsd mind a két lábat a lábujjaktól a csípőig, és mind a két kart a kézujjaktól a vállakig. Érzékeld mind a négy végtagot egyszerre a tudatodban, és most vegyél egy jó mély levegőt, tartsd bent, és feszítsd meg mind a négy végtagot. Lábakat, karokat aktívan tartod, erősen, minden izom erős és aktív, és tartod még egy kicsit, levegő bent tart, izmok aktívak, lábak és karok feszülnek, és most engeded el, és most kilélegzel egy nagy sóhajjal. Lazítsd el az izmokat, és vigy egy pár jó mély levegőt. Majd pedig tudatosítsd a teljes testedet. Fogd be a tudatoddal az egész fizikai testet. És vegyél egy jó mély levegőt, és az egész testet feszítsd meg, minden egyes izmot, a lábujjaktól egészen a fejtetőig, arcizmokat is, nagy grimaszt vágjál, hasizmok, hátizmok, farizmok, karod, elől, hátul, combok, térdek, lábak, tartsd még egy kicsit, még egy kicsit, és csak most engedd el, és egy nagy sóhajjal lélegezz ki. És most engedd meg a testnek, hogy teljesen elernyedjen. Engedd a légzésnek, hogy normalizálódjon. És érezd bele a testbe, ezután a pár intenzív légzés egybekötött izomfeszítés után. Most megérdemli az ellazulást. És figyeld meg, ahogy történik a légzése. Anélkül figyeld meg, hogy beleavatkoznál. Csupán csak észleld, ahogy zajlik. Ki és belégzés. Be és kilégzés.
majd vegyél egy jó mély levegőt, és ahogy kilélegzel, átlélegzed magad egy olyan helyre, ahol tökéletes nyugalomban, tökéletes békében vagy. Ez lehet egy tényleges hely, ahol már valójában jártál, lehet, hogy egy olyan hely, ahol még nem jártál, de létezik, és az is lehet, hogy a képzeleted most rakja össze. Akármelyik is legyen, ez egy olyan hely, ahol minden érted van, ahol teljes nyugalomban és békében lehetsz. És csak nézz körbe, és érzékeld mindazt, ami itt vár téged. A színeket és formákat, a hangokat, a zajokat. És figyeld meg, hogy mi ez a hely. Akár egy tengerpart, akár egy hegycsúcs, akár egy erdőben egy tisztás, vagy bármilyen más hely lehet ez. De egy biztos, ez itt a te helyed. És itt tökéletes nyugalomban és biztonságban vagy. És ahogy itt jársz, kelsz, és élvezed ezt a békét, arra leszel figyelmes, hogy a messzeségből érkezik feléd valaki. Egyre közelebb és közelebb kerül hozzá. És most már tudod is, hogy ki ő. Szellemi vezetőd érkezik hozzá segíteni téged. Az igazi, isteni éned. Szellemi tudatossága. Akárhogy is hívd, ő az, aki ténylegesen eszenciálisan vagy. És csak figyeld meg, hogy miként mutatja meg most magát, miként mutatod meg magad, milyen formában, de az is lehet, hogy éppen nem látod, de érzed a jelenlétét. Hisz az, aki valójában vagy, a tiszta tudatosság, az isteni jelenlét, határtalan és végtelen. És kapcsolódj most vele, úgy, ahogy éppen most jól esik, akár egy mosollyal, akár kézfogással, akár egy öleléssel. Tudva azt, hogy saját magad öleled, saját magad szemeibe tekintesz, és érezd azt a biztonságot, amely árad belőle, azt a bölcsességet, azt az ok nélküli derűt, azt a ragyogást, azt a szépséget, mindent, ami isteni, mindent, ami igaz. Ez vagy te valójában. Emlékezteted magad erre? Betöltöd magadba mindazt az erőt, bölcsességet, minden olyan minőséget, amely a következő utazáshoz segít neked.
itt van veled az isteni éned, és fölkészít téged. Majd finoman kézen fog, és elindultak együtt. Nyugodtan és békésen sétáltok. Lassan magatok mögött hagyjátok ezt a helyet, és folytatjátok tovább. Egyik láb a másik után, egyik lépés a másik után. És ahogy sétáltok, megpillantod a távolban a szülői házat. Azt a házat, ahol fölnevelkedtél. Egyre közelebb és közelebb kerültök hozzá. Érzed tiszta szellemi tudatosságod jelenlétét, erejét, és tökéletes biztonságban vagy mellette. Majd odaértek a házhoz. Csak figyelnek, hogy most milyennek látod. Attól függetlenül, hogy mikor voltál itt ténylegesen legutoljára. Lehet, hogy a napokban, de lehet, hogy évek vagy évtizedek óta nem jártál erre. Keresd majd meg a bejárati ajtót, és lépj be rajta. Jön velem a kísérőt, az isteni éned. Végig veled lesz az úton. Egy csak járt körbe most, figyeld meg, hogy hova érkeztél, milyen idő, térbe, ahogy átlépted a küszöböt. Egy olyan pillanatba léptél, amely valamilyen szempontból fontos most a számodra. Egy olyan pillanatba léptél, ahol a gyermeki éned a figyelmedet kéri. Egy olyan időpillanatba léptél ide, ahol a gyermeki éned valamilyen hiányt szenvedett el, valamilyen törést, vagy bármilyen más diszharmonikus minősége. Először is figyeld meg, hogy ki van itthon. Látod-e édesanyát? S ha igen, akkor hol van és mit csinál? Látod-e édesapát? És ha igen, akkor hol van és mit csinál? Figyeld meg, hogy kik vannak itt. Esetleg testvér, rokon, nagyszülők. És figyeld meg, hogy a kicsi éned most éppen hol van és mit csinál. Mi zajlik most? Mi az, ami most fontos itt számodra? Miért pont ide léptél be az idővonalá? Akármi lehet. Lehet ez egy olyan dolog, amire emlékszel tudatosan? De lehet ez egy olyan dolog, amire egyáltalán nem emlékszel? Mindeközben érzékeld szellemi vezetőd jelenlétét, nyugtató, biztató támogatását. És figyeld meg, hogy a kicsi éned, ez a kicsi gyermek, mit szól ahhoz, hogy te megérkeztél ide?
hogy fogadja az érkezésed. Örül neki? Megijed? Összezavarodik? Anélkül, hogy bármit is tennél, egyelőre csak figyeld őt, és azt a helyzetet, ami éppen most történik. Mi zajlik éppen? Veszekedés? Vita? Éppen szükséged lenne valamire, és nem kapod meg? Vagy egyedül hagytak talán? Vagy nem foglalkoznak azzal, amit szeretnél, amit mondanál? Figyeld meg a helyzet minden egyes jellemzőjét. Majd lépj egy lépéssel közelebb a kicsi énedhez. Hogyha olyan korú, hogy sokkal kisebb még, akkor ugolj le az ő szintjére. És engedd, hogy biztonságban érezze magát a jelenlétedben. Tudatosítsd vele, hogy azért vagy itt, hogy segíts neki. Ezt el is mondhatod, hogyha olyan korú, hogy megérti. És megkérdezheted tőle, hogy mi az, ami most hiányzik? Mi az, amit nem kapott ott meg? Amire szüksége lett volna? És lehet, hogy szavak érkeznek, lehet, hogy már rohan is és mutatja, emlékezz, egy gyermekről van szó, lehet, hogy csak játszani akar, lehet, hogy csak meg akarja mutatni a legújabb rajzát, lehet, hogy végtelenül egyszerű dologról van éppen szó, lehet, hogy csak egy ölelésre vágyik, vagy épp arra, hogy valaki a karjaiba tartsa, és ott tudjon elaludni. Akármi is legyen az, engedd, hogy megtörténjen. Ha játszani akar, akkor játsz vele. Vegyél benne részt. Rajzoljatok együtt. Vagy vonatozzatok, vagy babázzatok, vagy fogocskázzatok. Vagy ha nem hallgatták őt meg, akkor most ülj le és hallgasd meg. Kapjon meg mindent, ami ott, akkor fontos volt. És figyeld csak, ahogy ez történik, hogy oldódik benne az a feszültség, vagy az a hiány. Ahogy megkapja ezt a figyelmet, ezt a szeretetet, ezt az odaadást. Légy ott vele figyelemmel, szeretettel, odaadással. Szellemi vezetőd bölcsessége továbbra is itt van és támogat téged. Lehet, hogy szavakkal is segítve, hogy megtörténjen minden, ami itt és most fontos. Majd pedig mondd el ennek a kicsi gyermeknek, ennek a kicsi fiúnak, vagy kicsi lánynak. Azt, hogy a felnőttek is nagyon sokszor hibáznak, hogy nagyon sok esetben ők sem tudják, hogy hogyan kellene helyesen cselekedni,
És ez nem azt jelenti, hogy ő vele baj van, vagy őt nem szeretik. Ugye gyermekként nagyon sokszor azt gondolhatjuk, hogy a felnőttek, a szülők tökéletesek, mint egy istenként tekintünk föl rájuk. Úgyhogy most mondd el neki saját szavaiddal azt, hogy a felnőttek is igen nagyon sokszor hibáznak, és sokszor nem tudják, hogy mi a helyes döntés, vagy a helyes viselkedés. Mondd el neki saját szavaiddal, úgy, hogy megértse. És figyeld meg, hogy a szívedben milyen érzések ébrednek föl ez iránt, a gyermek iránt. Hogyha találsz itt szeretetet, akkor elmondhatod neki, hogy nagyon szeretlek téged. Elmondhatod neki, hogy milyen nagyon fontos vagy te nekem. Hogy milyen csodálatos kicsi lány, kicsi fiú vagy. És milyen csodálatos felnőtt lesz belőle. És hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. És hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rád. Mondd el mindazt, ami benned van. Saját szavaiddal. Majd kérdezd meg tőle, hogy szüksége van-e még bármi másra. Fontos-e most még bármi más? És ha igen, akkor gondoskodj róla, hogy megtörténik. Bármi lehet, akár csak egy gombóc fagyit elnyalni együtt. Emlékezz, egy gyermekkel kapcsolódsz. Szeretetet, figyelmet, elfogadást, odaadást vágyik, játékot. Majd pedig kérd meg, hogy válasszon egy jelet. Válasszon bármilyen olyan, akár szimbólumot, akár formát, amely mostantól kezdve a közös titkos nyelvetek lesz. Ez lehet egy állat, egy játék, egy jel, bármi, akár egy szó is lehet. De mondd meg neki, hogy legyen konkrét, pontosan mesélje neked el, hogy mekkora, hogy milyen színű, és hogyha ez megvan, akkor tudatosítsd azt, hogy mostantól fogva, bármikor meglátod ezt a dolgot, akár a külvilágban, legyen az egy kivetítőn, akár egy könyvre írva, akár valaki ezt kimondja, ezt a dolgot, vagy eszedbe jut, tehát akár kint látod meg, akár a belvilágból bukkan fel, akkor tudd, hogy ez a gyermeki éned hívja a figyelmedet. Eképpen egy ilyen formában, lehet, hogy nem ennyire hosszan, de mindenképpen egy belső útra invitál téged ez a részed. Hogy ismét valamilyen, akár gyógyulás, akár oldás, akár feloldás, akár bármilyen szükséglet kielégítése megtörténjen. Tehát ígérd meg neki, hogy erre te reagálni fogsz. Ha nem lehet azonnal, akkor amint lehet.
És hogyha ezt megbeszéltétek, akkor most búcsúzz tőle, úgy, ahogy most annak helye van. Ha jól esik neki is, és neked is, akkor öleld őt át. Engedd meg, hogy ő is átöleljen a kicsi karjaival. És érezd, ahogy beleengedi magát ebbe a megtartó ölelésbe. Ahogy teljes biztonságban érzi magát. És majd, amikor elérkezik az idő, akkor szellemi vezetődet még megkérdezheted, hogy minden megtörtént-e itt és most, aminek helye volt. Ha igen, akkor elindulhatsz visszafelé, ha nem, akkor bármi is legyen az, annak még adj teret. Akár egy ígéret, hogy holnap visszajövök. Akár egy olyan dolog is lehet, hogy a belső gyermeked azt kéri, hogy ténylegesen tegyél meg valamit a külvilágban. Hát ne csak bent, vizualizáció formájában, hanem mondjuk holnap menjél el, és ténylegesen egyél egy gombóc vaníliafagyi. Bármi érkezhet még, engedj neki teret. És amikor minden a helyére kerül, akkor majd indulj el kifelé a házból. Kilépsz az ajtón, jön veled szellemi vezető, és kézen fogva vezet téged vissza a saját helyedre. Ahogy sétáltok, érzed azt a kiteljesedést, azt a feloldozást, azt a felszabadulást, vagy akár megkönnyebbülést. Engedd meg, hogy ez minden egyes lépéssel tovább erősödjön benned. És érezd annak a szépségét, ahogy a belső gyermeki éned gyógyul, és a legfelsőbb szellemi tudatosságod is jelen van. Hogy ahogy a részeid összekapcsolódnak, teljes lényed, egészé, újra teljessé tud válni. És ahogy visszaértetek, békés, biztonságos helyedre, megköszönheted neki a segítséget, a jelenlétet. És elbúcsúzva tőle, engedd meg, hogy elinduljon ő is visszafelé. És te magad még itt megpihensz ezen a biztonságos, nyugalmas helyen. Ismét látom a színeket és formákat. Ismét hallod azokat a hangokat és zajokat, amelyek pont úgy tökéletesek, ahogy vannak. Legyen az akár madárcsicserkés, akár a tenger hullámainak morajlása, akár a tökéletes csend állapota. Élvezd ezt a helyet, és emlékeztess magad arra, hogy ide bármikor visszatérhetsz, hiszen ez a te helyed. Ha jól esik, akkor ténylegesen maradhatsz is még, de ha úgy érzed, hogy elérkezett az idő, akkor vegyél majd egy jó mély levegőt, és ahogy egy nagy sóhajjal kiengeded, visszalélegzed teljes tudatosságodat abba a fizikai térbe, ahol a fizikai tested most elhelyezkedik.
tudatosítsd a fizikai testnek a körvonalát. Érezd, ahogy hozzáérnek tárgyak, ruhák, akár ékszer, akár szemüveg a testedhez. És vegyél majd egy jó mély levegőt. Vegyél még egy jó mély levegőt, tartsd bent egy kicsit, majd egy nagy sóhajjal engedd ki. És vegyél még egy harmadik jó mély levegőt, töltsd meg a tüdődet, amennyire csak tudod, és tartsd bent a levegőt. Tartsd még. Tartsd még mindig. És majd csak most engedd ki egy nagy-nagy sóhajjal. És finoman megmozgatva karokat, lábakat. Nyújtózkodj, sóhajtózz, hogyha jól esik. És amikor majd elérkezik az idő, akkor a szemek kinyitásával vissza lehet teljesen térni. Javaslom, hogy igyál egy pár kortyot, tiszta vizet, ha lehet, és egyél akár csak egy falatot, nem kell sokat, de jó, hogyha ilyenkor a fizikai síkra be tud töltődni, táplálé. És ha van megtapasztalásod, akkor a kommentek között meg tudod osztani. További szép napot neked!